Sziasztok, üdvözlöm mindenkit! Dying Light tutorial következő része, az pedig hogyan lehet könnyen és ingyen szerezni medkittet. Egyik ugye, hogyha vannak hozzá megfelelő alapfeltételeink, például alkohol, még ugye más összetevő, akkor ugye el tudunk csinálni medkittet, ugye ezt kettőt ad, az ugye természetes. Ezen kívül, őtoronyba, hát a két jár, hogy már itt van neki Spike, ő például itt rajta keresztül tud szerezni, meg ugye elmegyünk a szállásmesterhez, és itt is tudunk szerezni. De nem csak itt lehet még szerezni, hanem még máshol is. Egyik hely, ami kapcsolatban a játék elején is van nekünk, mert az első küldetés, amikor el kell mennünk a kocsiriasztót aktiválni, akkor ott van egy gyógyszertár, és ott lehet például. Gyógyszertárakból ugye tök egyértelműen mindig lesz hozzá kellék, és onnan tudunk szerezni hozzá be cuccokat, hogy mi meg tudjuk csinálni. A másik ugye alaphely ilyen, a mentőautó. Ugye lehet látni, itt van bent. Ugye ki kell posztani, van még egy harmadik alternatíva. Ugye a baklava, halva, meg ugye, hogyha van benne még más ilyen dolog. De még ezen kívül van egy hely, ahova el kell menni. És az pedig a híd lesz. A hídnek a túloldalán ott lehet találni elég sok mindent, ami nekünk fontos ebből a szempontból. És ahhoz elsőnek el kell jönni ide. Akkor menjünk el. Megérkeztünk a híthoz. Itt többféle módon lehet feljutni. Egyik mód, akinek nincsen csákjázó horga, ott be kell menni, és szépen fel, vagy pedig ha ott nem tud bemenni, akkor le kell menni a aljához, és ott van egy bejárat, és az szépen itt felhoz végig minket. Ez az egyik megoldás. Másik megoldás, itt végig fel kell menni oldalt, oda, és akkor onnan kell mászni. És akkor oda eljutunk, és akkor onnan tovább. Van egy harmadik megoldás, van csápjázó orgod, akkor pedig eljössz ide. Ott becélzod, korlátot feljössz. Nem kötelező a korlátra felállni, mert hogyha lejövünk a korlátról, becélozzuk párkányt, és feljövünk. Még egy szintet felmegyünk. Eredetileg itt lesz más küldetés, de mindenféleképpen el kell jönni. És akkor innen becélozzuk ezt. Jó, ott eredetileg lesz majd nekünk más küldetés, amit Tolga és Fatim fog adni nekünk. Tehát oda is egyszer a játék akkor belül el fogunk jutni, természetesen akkor, hogyha a mellé küldetéseket visz, mert az ahhoz tartozik. Akkor menjünk át. Na szóval, tehát megyünk tovább, lehet látni, megint bebagolt a játék. Hogyha szerencsénk van, mint ahogy én nekem most volt, hogy el tudtam kapni a másik kötelet, akkor tudunk tovább menni, ha nem, akkor így jártunk, és megint lezuhanunk. Na, tehát megjöttünk. Ugye mi, hogy ez egy ilyen rögtönzett gyógyító meg kutató részleg volt, ezáltal ugye itt lehet látni, hogy van sok mentőautó, kb. 3-4 darab, ugye abból kapásból tudunk szedni ki,
meg itt a belső részeken, meg tele van. És konkrétan annyi volt, lehetett látni, hogy jó pár darabot szereztem, és az ugye tök ingyen van, semmit nem kellett csinálni, aki teheti, és hogyha van kitartás hozzá, jöjjön el ide nyugodtan, és lootolja be a dolgokat, mert nagyon jól tud jönni egy kezdőnek, hogyha ezeket megcsinálja, mert már annyival több ingyen, mert kite van. Remélem, hogy tudtam segíteni nektek, legyen további szép napotok, sziasztok!